Az előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be a délvidéken élő népek, a magyarok, a szerbek, a horvátok, a ruszinok, a szlovákok, a románok, valamint a cigányok sokszínű és gazdag tradícióját, áll az előadás ismertetőjében. Szerintem ez a műsor ez még most is készül, hiszen azért olyan különböző táncanyagok vannak benne, amik azért hosszú évek kemény munkája kell, hogy az ember ezeket az apró kis stílusbeli különbségeket elsajátítsa, és hiába megvolt a bemutató, folyamatosan érnek be azok az apró rezgések, azok az apró nianszki különbségek itt a táncstílusokon belül, amik miatt mondhatjuk, hogy éppen ez miért egy délvidéki, mitől más ez a csárdás, mint mondjuk egy kis magyarországi, egy erdélyi vagy egy kárpátaljai tánckultúra. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője elmondta, már évek óta küldetésének érzi, ahogyan az együttes is, hogy az elszakított, elcsatolt területekről olyan antológiák készüljenek, amelyek a térség tradicionális kultúráját mutatják be, ezáltal pedig a nézők gazdagabban távozhatnak az előadás végén. Több mindenről is szól az előadás, és olyan sokfélék vagyunk, szubjektíven ítélhetjük meg a színpadon látottakat. Én azt gondolom, hogy biztosan egy csodálattal távoznak, hogy milyen pazar, gyönyörűséges a mi hagyományos kultúránk, legyen az szó zenéről, viseletről, vagy énekről. Hogy mennyivel másabb egy közelünkben élő nemzetiségnek a kultúrája, de mégis azért vannak egymásra hatások. A Magyar Állami Népi Együttes az idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.